Egyedülálló program az országban, a kétkezi szakmákkal ismerkedhetnek diákok és szüleik ezen a héten a Ceglédi Ipartestület székházában. Erről is szó lesz a mai híradóban, és nézzük mindenről még. Útalap, közvilágítás bővítése, fejlesztések az újvároson. A leggyakoribb gerincbetegségek, dr. Tarkó Irén reumatológus előadása. És véget ért a Kossuth Kupa, átadták a díjakat. Ez itt a Híradó kedd este, itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! A kétkezi szakmákkal ismerkedhetnek diákok és szüleik ezen a héten a Ceglédi Ipartestület székházában. Minden nap más-más témában várják a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A tanulószerződéstől, a cégalapításról és a képzésekről is hallhatnak az érdeklődők. A szakmákat népszerűsítő egész hetes program egyedülálló az országban. Manapság nagyon fontos, hogy minél több helyen, minél többet beszéljenek a kétkezi szakmákról. A szakember hiány ugyanis egyre nagyobb méreteket ölt, legyen szó az építőiparról, gépiparról vagy a vendéglátásról. Nincs vagy csak nagyon kismértékű az utánpótlás. Közelebb szeretnék hozni a fiatalokhoz és szüleikhez a szakmákat, ezért hirdetett egész hetes fesztivált a Ceglédi Ipartestület. Ez egy része csak, amit itt be tudom mutatni, ízelítő. Ízelítő, hogy otthon a szülőkkel megbeszéljétek, hogy hová szeretnétek menni tovább tanulni. Most itt állunk egy jó páran, és szerintem 90%-ban nem tudjátok, hogy hová szeretnétek menni tovább tanulni. Az egész hetes program során délelőtt a diákoknak, délután a szülőknek tartanak előadásokat. Legyen szíves ölteni a kezét, aki szerint a fazekast hívták így. A gyerekek megtudhatják, milyen feltételei vannak a tanulószerződésnek, milyen juttatásokat kaphatnak a képzés ideje alatt. A diákcsoportokat fogadó szakemberek bemutatják az egyes szakmákat, és a gyerekek természetesen feltehetik kérdéseiket is. Az biztos, hogy egy jó szakembernek mindig lesz munkája, mondta köszöntőjében az országgyűlés képviselő Földi László. Nagyon sok vállalkozóval találkozom rendszeresen. Kis vállalkozókkal, nagyobb vállalkozókkal is. És bizony azt hallom rendszeresen, hogy nagyon komoly munkaerő gondjaik vannak. Elsősorban szakember hiány van. Az Ipartestület nem csak a szakmaválasztásban nyújt segítséget, hiszen a szervezethez bármikor fordulhatnak a diákok, és természetesen azután is, hogy elkezdtek dolgozni. Az Ipartestület lehet az, amelyik viszont az élethosszig tartó tanulásban, abban a szakmai fejlődésben, amely minden szakmánál azt jelenti, hogy minden szakmának a fortéjai egyre bővülnek, egyre inkább olyan színezete van a dolognak, hogy aki nem bővíti a tudását, az elveszti a versenyt. Az egész hetes szakmaválasztó programjai ingyenesek. A rendezvény sorozatot vasárnap kiállítás és vásár zárja. Útalapot kap az Újváros Szél egy része, továbbá bővítik a körzetben a közvilágítási hálózatot is, mondta Károly Ferenc önkormányzati képviselő. Az eddig világítás nélküli lassibb dűlőbe az Újváros Szél egy részére és a Nádasdi utcát és az Akácos utcát összekötő szakaszon is villanyoszlopokat állítanak. Nagy erőkkel dolgozik a markológép az Újváros Szél egy részén. Végre teljesülhet az ott élők egy régi vágya. A földutat útalappal látják el, amely később alkalmassá teszi arra, hogy szilárd burkolatot kapjon, amennyiben az anyagi források majd lehetővé teszik. A körzetemben az utolsó olyan utca, ahol földes út van, még ez az Újváros Szél is. Nagyon nagy öröm volt, hogy az önkormányzat kedvező anyagi feltételei, lehetőségei szerint egy 200 méteres útszakaszon most meg tudjuk csinálni az útalapot. Ezt a munkálatokat látjuk itt most a háttérben. Ez zajlik. Természetesen nem tudjuk az egész Újváros Szelet most megcsinálni, ez még áthúzódik majd jövőre, vagy hát ahogy az anyagi lehetőségek fogják engedni.
A munkálatokkal kapcsolatban még a múlt héten lakossági fórumot tartott az önkormányzati képviselő, ahol felkészítette a lakosokat az építkezésből adódó kellemetlenségekre. Ezek a munkálatok ugye a mai napon akkor el is kezdődtek, viszonylag rövid ideig fognak tartani, hiszen ma az útalapot kiszedték, és legkésőbb a holnapi nap be is fejeződnek itt a érintett útszakaszon a munkálatok. De nem csak az út újul meg, bővül a közvilágítási hálózat is azokon a szakaszokon, ahol eddig még nem volt. A körzetemben több helyen folyik egyébként a mai nap, vagy folynak munkálatok. Az Újváros szélen közvilágítási hálózat bővítése zajlik, mindjárt oda is ki fogunk menni, illetve egy másik helyszínen a Nádasdy utca és az Akácos utca összekötő szakaszon is eddig nem volt közvilágítás, még ott is hálózatépítés zajlik jelen pillanatban. Az Újváros szél egy részére 4 villanyoszlop kerül. Amikor stábunk odaért, éppen akkor állították helyére az egyiket. De nem maradt tovább világítás nélkül a Vett útról és a Mizsei útról megközelíthető Laszib dűlő sem, ahol a szakemberek a meglévő villanyoszlopokat készítették elő a lámpatestek felszerelésére. A leggyakoribb gerincbetegségekről tartott előadás dr. Tarkó Irén reumatológus főorvos a Cegléd és térsége látássérültjeinek klubhelyiségében. De vendégül látták Ungvári Ildikó dietetikust is, aki az egészséges táplálkozásról beszélt, továbbá a résztvevőknek különböző szűrővizsgálatokra is volt lehetősége. Manapság ülő és mozgásszegény életmódunknak köszönhetően egyre többen szenvednek hát, derék és nyakfájdalomtól. A Cegléd és térsége látássérültjeinek egyesülete ezért is hívta meg dr. Tarkó Irén reumatológus főorvost, hogy beszéljen ezekről a problémákról. Nagyon örültem neki, én mindig örülök az ilyen jellegű meghívásoknak, azért, mert az általam kezelt betegségek igen gyakoriak, és nagyon sok embert érintenek. És az ember, hogyha beteg, ha fáj valamilyen, akkor nagyon megijed egy-egy betegségtől, és ezen szeretnék egy kicsit segíteni, hogy könnyebb legyen átvészelni ezeket a nehéz napokat. Dr. Tarkó Irén egy rövid anatómiai áttekintéssel kezdte előadását. Azt valószínű mindenki tudja, hogy a központi idegrendszerünk az agy irányítja az egész szervezetünknek a működését. Az, hogy megfelelően működik nekünk az agyunk, attól tudunk beszélni, mozogni, emeljük a karunkat, lépünk, érzünk. Az egyesület elnöke, Pap Anita fontosnak tartja az egészségvédelmet, ezért rendszeresen szervez olyan programokat, amivel a tagok bővíthetik ismereteiket. Alapvetően azért az emberek többsége az egészségének az értékét akkor érti meg, értékeli át, amikor az veszendőbe van, és a látássérült embernek is ugyanúgy az egészsége folyamatosan veszélyben van, folyamatos karbantartást igényel, és ugye a látássérültségből fakadóan még hatványozottabban érdemes odafigyelni ezekre a problémákra és a kezelésükre. Az egészségnapra nem csak a reumatológus főorvost hívták meg. A Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet kollégái jönnek ki. Ungvári Ildikó dietetikus lesz az egyik vendégünk, aki az egészséges táplálkozásról fog nekünk előadást tartani, illetve a belgyógyászatos nővérkék fognak nekünk különböző szűréseket végezni. Az elkövetkezendő időszakban az egyesületet számos program várja, hiszen kitelepülnek majd az Európai Uniós sportnapra, a picúrfutamra is, utána pedig szervezik a programokat a Fehérbot napjára, mondta az elnök. Véget ért a Kossuth Gokart Kupa. A díjakat is átadták, sőt a világbajnokságon is kiválóan szereplő versenyző, ifjabb Tóth Sándor egy különleges tiszteletkörrel is megünnepelte a legjobb amatőr versenyzőket. A 65-74, 75-84, 85-94 és a 95 kiló fölötti kategóriáknak a díjátadóját megkezdjük.
Harmadik éve, hogy a Nyársapáti Gokárt Park tulajdonosa a versenysorozatot hirdetett Kossuth Kupa néven. A Nyársapáti Gokárt pálya 59%-a zöld felület, így egyedülálló Magyarországon. De nem csak emiatt különleges a majd egy kilométeres szakasz. Technikás pálya, élvezetes rajta a vezetés. Nem csoda tehát, hogy egyre többen vesznek részt a megmérettetésen. Örülök annak, hogy ez a Kossuth Kupa versenysorozat egyre izmosabbá válik, és külön köszönöm a Bognár családnak, hogy ezt a versenyt is a szívükön viselik, és lehetőséget adnak az amatőröknek arra, hogy kipróbálják magukat, és ebben a technikai sportágban próbára tegyék magukat. Az egyik kategória nyertese is úgy kezdte, mint bárki más. Kíváncsi volt, kiment a pályára, most pedig meg is nyerte az egyik kategóriát. Robert atletizált, hiányzott is neki a versenyzés, és persze a kihívás is, hiszen a gokárt nem egyszerű sport. Ész, erő és ügyesség is kell hozzá. Sokkal nehezebb megtartani a gokártot a pályán, mint azt esetleg szakavatatlan szemek látják kívülről. Rendkívül jó fizikális állapot kell hozzá. De nagyon jó állóképesség, és mindemellett azért észnek is lennie kell, mert ugye a versenypálya azért rejt magába a veszélyeket. Ugyanúgy azt gondolná, hogy a gokárt az veszélytelen, de csöppet sem az, úgyhogy nagyon figyelni kell a pályán. A gyerekek is az amatőr felnőttek előtt van már példakép is. Ifjabb Tóth Sándor személyében, aki gyakorlatilag innen jutott el a világbajnokságig. Néhány éve még ő is induló volt a Kossuth Kupán. Akkor még azt hiszem nem voltam magyar bajnok se, de az 2016-nak a végénre sikerült. Az is az utolsó versenyen dőlt el, úgyhogy annak örömére a következő évben neki próbálkoztunk a világbajnokságnak. Aztán azt végigcsináltuk, ott lett egy második, illetve egy harmadik helyezettem futamokon, úgyhogy most itt tartunk. És közben elindult a füst is. Amit, igen, a zöldet is megkaptuk most már, amit, a piros és amit a fehér mellé. El kellett volna indulni előbb, de... Az elmúlt 3 év nem is szólt másról számára, mint a gokártról. De meg is van az eredménye, és megvannak persze már a tervek is. Reálisan gondolkozok, én szeretnék pályautózásba belekezdeni, ahogy csak tudok, de célom, hogy egy Európa-bajnokságba aktívan részt tudjak venni, akár gokartban. Az ifjú versenyző tehát bemutatta, milyen az, amikor már nem csak biztonságos körözés a gokárt. Fohászaim címmel nyílt Tűz Zománc kiállítás a Ceglédi Galériában. Steklő Zsuzsa alkotásaiból a béke és a nyugalom sugárzik. A Zománc műves nem csak képeit, ékszereit is bemutatta a nagy közönségnek. A tárlatot Győző Eszter művészettörténész nyitotta meg. Színek, hangulatok, érzések, amiket Stekli Zsuzsa Tűzzománc képei kitűnően életre keltenek. Az alkotó már gyerekkora óta fest, és a Tűzzománc technika mellett kötelezte el magát. A Pécsi Művészeti Gimnázium reklámgrafikai szakán végzett, majd a Bonyhádi Zománc gyárban dolgozott. 1995-től pedig a saját műhelyében dolgozik Zománc művesként. Tűzzománc képei az ország határain belül és kívül is nagy sikert aratnak. A művészettörténészek nagyon szeretnek elvitatkozgatni azon, hogy létezik-e olyan, hogy nőművészet. Én szeretnék afelé hajlani, hogy létezik, mert hogy ezeknek az alkotásoknak a hátterében én látok egy olyan leképeződést, hogy tulajdonképpen mindegyik műről lesüt az, hogy egy hölgy az alkotója. Az anyasággal és a családdal kapcsolatos képein is egyértelműen látszik, hogy ő maga is átélte ezeket az érzelmeket, folytatta. A művészettörténészek azt a szót sem szeretik kiejteni, hogy valami szép, ami egy egészen érdekes dolog, hogyha megfigyelik. Különféle körmönfolt módokon képesek körülírni ezt a szót. De most a végzettségemmel ellentétesen én úgy érzem, hogy így ezzel az egyszerű és gyönyörű szóval lehetne
jelenti ezeket az alkotásokat. A tűzzománc nagy lehetőségeket rejt magában, hiszen az adott témától függően többféle technikával készíthető el. Az ékszereket például sodrottan készítik, ami azt jelenti, hogy a rekeszek falát egy csavart fémdrót adja. Ez egy sajátos magyar technika. Az alkotó mindig ügyel arra, hogy a képeknek legyen mondani valója, és arra, hogy békét, illetve harmóniát sugározzanak. A kiállításon Szebeni Szilvia énekelt. Aludjál, aludjál! Az alkotások október 14-ig megtekinthetőek. Október 14-ig, tehát nyitva ez a kiállítás, és megtekinthető. Nálunk pedig itt a háttér, amely rövidesen kezdődik, pénteken rendezik a második Ceglédi Városi Sportnapot. A háttér vendégei Soltiné Raj Rita és Majorosi Lázár Anita lesznek. Ez volt a híradó kedden itt a Ceglédi Városi Televízióban. Friss hírek legközelebb holnap este, akkor ismét várom önöket a képernyők elé. Köszönöm figyelmet!